Szép napot mindenkinek, remélem már megy. Azt hiszem már megy. Azért jelentkeztem be, mert gyorsulnak a dolgok. Mielőtt elkezdem a mai nagyon rövid beszédemet, vagy próbálok segíteni nektek, vagy magunknak, inkább így, hadd mondjak el gyorsan valamit. Kérlek benneteket, azon kívül, hogy aki tudja, az legyen olyan kedves, és ossza meg majd ezt az élőmet is. Mentsétek le, aki tudja, hogyan kell lementeni úgy ezt a videót, vagy ezt az élőt, hogy ez megmaradjon akkor is, ha be fogják zárni a Facebookot, meg megpróbálják köztünk elzárni a kommunikációt, azt tegye meg, és aztán ezeket az információkat, amiket én most átadok nektek, mert ma például nagyon röviden ismertetni akarok egy olyan módszert, aminek a segítségével meg tudjuk magunkat védeni, vissza tudunk ütni ezeknek a bennünket kiirtani akaróknak, ezeknek a szörnyetegeknek, akik a modernkori rabszolgaságot, a 21. századi rabszolgaságot tervezik nekünk. Először azt, hogy hogyan tudjuk őket kiverni, és aztán pedig, hogy hogyan kéne visszatérni nekünk magyaroknak az 1949-es alkotmányhoz. A Geri Tiborék, a Bodisék, többiek nagyon jó szándékú emberek, mind változtatni akarnak, csak nem látják a fától az erdőt. Tehát nem az 1920 előtti félfeudális nemzetgyűlés, meg nem tudom milyen módszerekhez kell visszanyúlni, hanem az 1949-eshez, mert az biztosítaná, hogyha az intézményrendszerünket, a fékek és ellensúlyok rendszerét újra élővé tudnánk tenni, meg tudnánk tölteni tartalommal, és valóban a nép gyakorolná a hatalmat. Az 1920 előttiben, ami az a Geri Tiborra, egy jogos ember, csak történész is azt hiszi, hogy rajta kívül a világon senki nem látja a jó megoldást. Hát vagyunk egy páran szerintem, akik legalább olyan jót vagy jobbat tudunk a közösségünk számára, magyar közösség számára, amiben ismét nem kell kitalálni, csak végig kéne nézni a magyar történelmet, és akkor látnánk, hogy az 1949-es alkotmányunk, tanuljátok meg, van benne két nagyon fontos dolog, a munka, jog és kötelesség, és az összes hatalmi ágat, tehát a jogalkotót, a törvényhozót, a törvény alkalmazót és a végrehajtót is nagyon-nagyon keményen szabályozza, egymást ellenőrzik. És hogyha abban valóban a mindenkori politikai hatalom, ahogy Orbán Viktor ezt egyébként nagyon okosan átlátta, és megölte ezeket a... De nem csak ő, tehát már 1990-ben hazaárulás történt, amikor az alkotmányos rendünket törtek úgy, hogy meg sem kérdeztek bennünket, magyar népet, hogy szeretnénk-e változtatni az alkotmányokat. Az alkotmányon nem lehet változtatni, csak akkor, hogyha a népszavazás van, és a nép engedélyt ad a politikusokra. Ezt önmagában a megválasztott kormány nem teheti meg. Ez az alkotmányban tiltva van. És az akkori rendőrök és katonák az alkotmányra esküdtek föl, és a népre esküdtek föl. Tehát 1990-ben hozzá lehetett volna nyúlni az alkotmányhoz, ha előtte megkérdeznek bennünket. Mivel nem kérdeztek meg 1990 óta, az úgynevezett rendszerváltozás óta, de inkább gengszterváltásnak szoktuk hívni, jogosan, azóta illegitim az a közösségi forma, az a társadalom, amit Magyarországnak hívunk. Azok az emberek, akik a hatalmat gyakorolják, azok bitorolják a hatalmat, és nem a közösség érdekében, hanem a közösség ellen használják. Ezért aztán jogunk van minden eszközt használni arra, hogy a közhatalommal, a közösség által rájuk bízott hatalommal visszaélőket elzavarjuk a fenébe. És teremtsünk magunknak az alapvető emberi jogainkat, azért hívják alapvető emberi jogoknak például szabadságjogunkat, hogy bármi is történik, azért alapvető emberi szabadságjog, hogy azt nem korlátozhatják. A nácik találtak rá ideológiát valamikor, meg most ezek az új nácik is találnak rá valamilyen magyarázatot, hol migráns veszélyre hivatkoznak, hol terrorizmusra hivatkoznak 2001,
most meg a pandémiára hivatkozva gyakorlatilag elveszik a szabadságunkat. Az alapvető szabadság jogainkat korlátozzák. Nincsen hozzájoguk. És amikor ti, vagy mi ráébredünk arra, hogy bár alul a tenger árja, és fölül a gálya, azért a víz az Úr. Ez mindig is így volt. Amikor egy közösség ráébred, öntudatra ébred, ráébred az erejére, láss 1917, ugye? Úgy fújja el ezeket a magokat Istennek képzelő szörnyetegeket, mindegy, hogy hogy hívjuk őket. Hogy milyen kommunistás szörnyeknek, vagy kapitalista szörnyeknek, vagy, mert ezek mögött mindig ott álltak a bankárok, ott állt a pénz. Na most azt próbálják elhitetni veletek ezek a szörnyetegek, és sokan, nagyon sokan el is hiszitek, hogy a pénznél és a fegyvernél nincs hatalmasabb erő. Nem tudtok tenni semmit, hát nekük van a pénzük, nekük van a fegyverük. Na most figyeljetek rám, van hatalmasabb erő, és ezt ők tudják, hogy van hatalmasabb erő. A hited és a tudásod. A tudás és a hit, a szeretet, ugye? Az mindig is erősebb volt, az volt a legeslegnagyobb fegyver, mert a Teremtőtől kapjuk. A Teremtőnktől kapjuk. És ezt mi már megkaptuk. Nincs erősebb a közösség. Tehát nincs a közösség, amikor az öntudatra ébred, rájön arra, hogy micsoda ereje van neki, akkor ezek a patkányok menekülnek, ha tudnak. Mit akartam nektek mondani, miért mondom nektek azt, hogy mentsétek le? Tudom, hogy mi a tervük. Megijedtek, mert látják, hogy hamarabb ébrednek az emberek, a birkák, mi, mint ahogy ők tervezték. És a hozzám hasonló látókat, akik megpróbálnak benneteket már másfél éve, két éve ébrezgetni, le fogják kapcsolni. Tehát ellenem is biztos ki fognak találni, vagy megölnek, ugye az lenne a jobbik megoldás számomra, vagy pedig börtönbe zárnak, vagy bármilyen úton, módon megpróbálnak elhallgattatni. És az is biztos, hogy a következő időszakban, egy-két héten belül a Facebookot is, meg az összes közösségi hálót megpróbálják kontroll alatt tartani. Ezért arra kérlek benneteket, hogy amit ma például mondani fogok nektek, azt mentsétek le egy olyan adathordozóra, amit nem tudnak lezárni, amit nem tudnak tőletek elvenni, és tanítgassátok egymást. Azt kell elhiggyétek, meg arra kell rádöbbenjetek, hogy bár fölül a gálya és alul a víznek árja, azért a víz az Úr. Ti vagytok az urak, mi vagyunk az urak, nem ők az urak. Addig vannak fölöttünk, amíg mi engedjük, hogy szívják a vérünket. Addig. Ahogy onnantól kezdve, hogy eldöntöttük, van egy Emil Durkheim nevezetű, nagyon éles szociológus is, azt mondta, hogy minden társadalmi változáshoz három dolog kell. Jó, figyeljetek ide. Kell egy úgynevezett anómiás állapot. Az anómia annyit jelent, hogy értékevesztett. Tehát, hogy az emberek már nem hisznek ugyanazokban az értékekben. Megszűnik a családi modell, nem működik az apa, anya, gyerek, barátok szerepköre, amit egyébként el kell látni mondjuk egy társadalomban. Ezt hívják anómiának. Értékevesztett, vagy értékvesztett, normavesztett társadalomnak hívják, hogy elvesztettük a közös értékekben való hitet. Aztán kell azt mondja, egy critical mass, ami annyit jelent magyarul, hogy a kritikus tömeg. Tehát, hogy sok ember gondolja azt, hogy most már elég volt. Hát elég volt, már hagyjatok már békén bennünket, hát nem hagytok bennünket élni. Életveszélyben vagyunk, és még mindig szorongatjátok a torkunkat. Menjetek a kompanyátokba. Tehát, ahogy eljutunk idáig, nem kell mindenkinek, de a többségnek. Magyarország esetében, hogyha az a 8 millió szegény, a 3 millió mély szegény, meg az 5 millió relatív szegény azt mondja, hogy ebbura fakó, most már mentek a levesbe, akkor ezek menni fognak a levesbe. És azt mondja még Durkheim, ez a harmadik pont, hogy kell egy kiváltó ok. Elmondom, hogy mire gondolok. Például az 1848-as forradalomnál Petőfiék a Pilvax kávéházban nemzeti dal, meg elmondták a 12 pontot. És ez volt az a pont, az utolsó csöpp a pohárba, ha így is lehet fogalmazni, ami aztán megteremtette ezt a változást. És amit én látok, hogy végignézek a történelmünkön,
és az elmúlt 150-200 év nemzetállamain. Most ezt a szituációt az emberiségnek úgy kell megoldania, hogy a különböző nemzetek saját maguk. Tehát fölösleges arra várni, hogy majd a franciákkal, olaszokkal, angolokkal, bárkikkel kidolgozunk egy közös tervet, amivel, tehát hogy együttműködünk velük. Nem kell együttműködni. Magyarország el tudja intézni a maga dolgát. Nekünk a Döbrüggyivel, meg a Böszmével, meg a politikusainkkal, meg a Bigékkel, meg az összes többi milliárdossal van dolgunk, meg a bankárokkal. Figyeljetek ide, akinek már több mint 1 milliárd forintja van otthon Magyarországon, az tisztességes módon nem szerezhette meg. Az csak úgy szerezhette meg, hogy valakiket kizsákmányolt, kirabolt, meggyötört, lopott, csalt, hazudott. Ezt ti is tudjátok. Hát bérből, fizetésből élő emberek vagytok. Ti vagytok azok, mi vagyunk azok, akik életben tartjuk az országot, és sajnos hatalmat adunk ezeknek a szemeteknek magunk fölött, emiatt a gazdasági rendszeret, mit úgy hívunk a kapitalizmus. És ugye most váltani akarnak, de ebben nem akarok belemenni. Szóval mi az, amit... én most egy haditervet fogok nektek elmondani. Jó? Mert háború van. Ezt azért jó, hogyha tudjátok, háború van. És ha engem le is kapcsolnak, vagy a látókat lekapcsolják körülöttetek, mentsétek le, és tanuljátok meg, értsétek meg, hogy miről van szó. Jó? Tehát mi az, amit most alkalmaznak ellenünk? Ezek ellen kell valahogy megtörni a láncot, mert ez olyan, mint amit írtam, én ezt már leírtam nektek, hogyha visszalapoztok majd egy kicsit az idővonalom, azt mentsétek le, mert leírtam tételesen, hogy milyennek a módja. Aki falun nőtt föl, meg mondjuk lehet, hogy 90 előtt született, vagy az biztos tudja, mi az, hogy pipa. A pipát szokták használni az állattartóknál, szamarak, lovak, bikáknak tehát amikor le akarják várni a patkolyákból a fölösleges szarut, akkor van egy ilyen csőbe vagy ilyen botba húzott kötél szívai lánc. Azt ráteszik az órára, rátekerik így az órára ezt a láncot, mert kinyúlik belőle egy pici, és megtekerik. És akkor ez megfeszül, és szorítja nekik az órát. És egy 60-70 kilós ember, egy paraszt ember ezt a 7-8-9 mázsás bikát oda vezeti, ahova akarja. És akkor az békés, hát nem békésen tűri, de kigúvat szemekkel tűri, hogy közben mondjuk a kovács az megpatkolja, aki még képes ilyesmire. Tehát, hogy levágja a szarut, nem tudom, hogy láttatok-e ilyet. Mindegy, majd nézzétek meg, mert szerintem fönn van a YouTube-on még. Szóval ez történik ma velünk. Mert hogy egyébként ezt szokták alkalmazni a taglót, azt nem tudom, hogy tudjátok-e. Van egy ilyen cső, én láttam már, mert a cuki ott az velem már csinálta a falunkbéli Orsós Feri. Valakinek meg kell fogni a bikát, hogy ne mozogjon, ez többnyire pipával történik, az órába be van tekerve, és akkor a hentes és mészáros meg fog egy ilyen, és puff, beleveri a fejének a közepébe egy ilyen vasat, ami úgy néz ki, mint egy fejsze, csak egy ilyen hegyes vége van. És kész. És a bika, a 9 mázsás bikát gyakorlatilag két ember mindenféle különösebb erőfeszítés nélkül meg tudja ölni. Ezt csinálják most velünk. Mi vagyunk a bika. És mi hagyjuk, hogy ezen a pipán keresztül irányítva vagyunk. Mi ez a pipa? Mert hogy ez kell, figyeljetek, mi történik. Néha elszakad a pipa. És amikor elszakad a pipa, na olyankor szokott az történni, hogy azok, akik meg akarták ölni, fognak meghalni. Mert amikor a 9 mázsás izomhegy elszabadul, akkor, és ráadásul az életét félti, és még haragszik is, mert fájdalmat okoztak neki, akkor nincs megállás. Meg a másik, hogy vannak olyan bikák, képzeljétek el, hogy nem foglalkoznak a fájdalommal. És letapossák azt, aki megpróbálja az orrukra tekerni ezt a pipát, és megpróbálja megülni, vagy fájdalmat okozni nekik. Visszatérve erre a dologra, el kell szakítsuk ezt a pipát. Miből áll ez a pipa? Áll a biológiai fegyverből, amit vírusnak hazudnak. Áll a lockdownból, karanténből, amivel bezárnak bennünket, elveszik az alapvető szabadsági jogunkat.
megtiltják a találkozásokat. Ugye? Ez mind, ez állítólag járványügyi intézkedés. A fenét tudják, hogyha elzárnak egymástól bennünket, izolálnak bennünket egymást, nem a vírust akarják izolálni, bennünket, a társadalmat akarják szétválasztani elemeire, alkotópontjaira. Mert ha együtt vagyunk, úgy, mint az öklömben az ujjaim most, akkor nem tudnak velünk mit csinálni. Sokkal erősebbek vagyunk, mint ők, ezt tudják. Tudják, hogy a fegyvernél és a pénznél két nagyobb hatalom van. A hited, a szereteted és a tudásod. És ez nekünk megvan. Ez nekünk, hogyha megvan, még nincs, de remélem, hogy meg lesz. Ha megértitek azt, amit mondok, akkor meg lesz. És hál' Istennek a katonák és a rendőrök is tudom, hogy néznek bennünket, bennünket látókat is. És meg fogják érteni, hogy az, amit én mondok, az az egyedül lehetőség a katonák, a közkatonák és a közrendőrök számára is, hogy egyáltalán életben tudjanak maradni a családtagjaikkal együtt. Ezt, ha megértik ők is, és lekövetitek azt, amit én mondok, akkor hónap-hónap után mennek a francba, mennek a levesbe. Nem szabad sokáig várni, ők is tudják. Tehát azért vannak ezek az elkapkodott lépések, hogy bevezessék például ezeket a zoltatlanokat, hogy kizárják, bezárják a társadalmat. Biztos tudjátok, ez már a második év, hogy lezárnak bennünket, mit tudom én, novembertől márciusig. Ugyanazokra az okokra hivatkozva, amiről egyszer már elmondták nektek, na, most beveszitek ezt az első, másodikat, végleg legyőztük a vírus, végig, visszakaptuk a szabadságunkat, visszakaptuk, ölelgethettitek a szeretteiteket, és oké? Tehát ezt a technikát alkalmazzák meg, meg alkalmazni fogják 2023-ban, meg 2024-ben is, hogyha hagyjuk nekik, ha olyan birkák vagyunk, és még mindig nem ébredünk föl. Ezeket az embereket 3 nap alatt, a döbrögit, a böszmét, a mai ellenzékünket úgy, ahogy van, mind a 198-at, elkezd zavarni a fenébe. De hogy visszatérjek erre a módszerre. Tehát, hogy milyen eszközük van, mi a pipa? Először elmondom nektek, hogy mi a pipa. Ugye mondtam nektek, hogy kitalálták a biológiai fegyvert, amit vírusnak hazudnak. Aztán a lockdown karantén, ez a hogy bezárják az embereket. Aztán a vakcinákkal, amiből 3 fajta van, és amivel... Hát hogyan gondoltátok ti, hogy ők segíteni akarnak? Hát az a kormány, aki eddig mindig becsapott benneteket, 30 éve folyamatosan lop, csal, hazudik, és azt mondja, hogy a ti érteketekben csinálja, az most ebben az esetben azért idegeskedik, hogy te meggyógyuljál meg, hogy megszüntesse a pandémiát? Hát ilyen hülyék vagytok. Hát még mindig képesek vagytok elhinni, hogy ezek bármit is tesznek, ami a közösség, a magyar embereknek az érdeke. Hát nem látjátok, hogy mi történik? Ugyanúgy az ellenzék, a királyunknak az ellenzék, a mostani Döbrögynek az ellenzéke, együtt működnek. 2012 óta, amióta végleg megpucsolták a magyar alkotmánynak a maradékát is, és létrehozták az RSS Szájer féle fércművet, amit alaptörvénynek hívnak, azóta Magyarország egy nyílt diktatúra, egy gazdasági társaság. Nincs alkotmányuk. Az alaptörvény nem alkotmány. Kinek az alkotmánya? Vagy kinek az alaptörvénye? Kinek az alaptörvénye? A tiéd? Meg az enyém? Nem. A magyar bíróságok 2012 óta törvénytelenséget, bűncselekményt követtek el. Azok az emberek, akik együttműködtek a magyar alkotmány hatályon kívül helyezésében, mert azzal, hogy ezt a fércművet, amit alaptörvénynek hívtak, megszavazták ott maguknak, onnantól kezdve ők hazárulók. Bármi, ők hazárulók. És az igazságügyi rendszerünk, a bírók, ügyészek, jogászok, akik ezt jobban tudják, mint én, hogy ez mi történt, hogy megpucsolták, hogy hatályon kívül helyezték, úgy hívják hivatalosan egyébként jogi nyelven, hogy az alkotmányos rendre törtek. Az alkotmányos rendre törőket börtönbe szokták zárni, és nem miniszterelnöknek hívni. Meg nem tiszteletre méltó bíró úrnak szokták hívni. Értitek? Nagyon-nagyon hamar rendet kell tegyünk, mert ha nem, ezek fognak megölni bennünket, vagy rabszolgasságba fognak tartani. Szóval vissza tovább. Van még nekik egy úgynevezett nagyon nagy fegyverük, pipa, emlékeztek még? Ez a média. Ezt Goebbels valamikor nagyon jól használta. Tudjuk, hogy arra szól,
Arról szól az egész média, hogy egyrészt megmérgezzék az agyatokat, egymás ellen fordítsanak bennünket, hogy egymással való harcra töltsük az időnket, amíg ők úgy irányítanak bennünket, ahogy akarnak. Ez a Goebbelsi média előtt a különböző egyházi intézmények látták el az ókortól. Tehát a média, amit ma csinál, az valamikor az egyház látta el, hogyan kell az embereket becsapni és féken tartani a hazugsággal. Dividet impériá, hozd meg is uralkodj, hogy ez pontosan ezeknek volt az eszköze. Na most a média ez. Ráadásul ez most már nagyon sokkal jobban működik, mint Goebbelsz idejében, hiszen a kis doboz, az mindegyikünknek ott van, a televízió, rádió, átszövi az életünket. Tehát olyan technikai fejlettség van, olyan technikai fejlődés ment végre az elmúlt 70 évben, mondjuk Goebbelszék óta, ami még nagyobb fegyvert ad ezeknek a szörnyeknek, a politikai és a gazdasági hatalommal visszaélőknek a kezébe. Tehát magyarul a médiát használják arra, hogy egy nem valós dolgot használ, tehát fegyver, na ezt akartam mondani, tehát a negyedik hatalmi ágként szokták emlegetni a médiát, és ez így is van. Tehát ez nagyon kemény, tehát a Hank is nagyon jókat írt. De mondjuk, de mindegy, nem akarok belemenni ennek a szakirodalmába, mert akkor talán félreviszem ezt a történelmet, vagy ezt a történetet. Tehát ugye a média, ezt mondtam harmadikként, ez a lánc, ami oda tekertek az órunk köré. És aztán itt vannak a koszkatonák és a közrendőrök, és itt van a... Tehát bárhol el tudnánk szakítani ezt a láncot, akkor megszabadulnánk. Bárhol, bármelyiket. Hogyha a vírusról egyértelműen a többség el tudná, tehát rájön arra, hogy az a vírus, a többség rájön arra, hogy a vírus az nem vírus, hanem egy biológiai fegyver, elszakadt a lánc. Ha rájön arra, hogy a lockdown karantén az nem egy járványügyi intézkedés, hanem az alapvető szabadság jogaidnak a korlátozása, az, hogy ne tudjatok találkozni, az olyan törvényeket hoznak, hogy én el sem mondhatom a véleményemet, mert azzal bűncselekményt követtem el. Na ez egy Orwell óta tudjuk, hogy amikor az állatfarmot majd olvassátok el, rövid 120 oldal, az a diktatúrákról szól, az nem a kommunizmusról és nem a kapitalizmusról, hanem általában a diktatúráknak a jellegzetes alapvető dolgait és intézkedési technikáit mutatja meg. Hát Napóleonban, hogyha nem ismertek rá a Döbrögénkre, akkor nagyon hülyék vagytok, mindenki rá fog ismerni. Visszatérve a dologra. Tehát ugye ez már a második pont, amit meg lehetne. Ha médiáról rájönnétek már, hogy micsoda szenny folyik egyébként parancsra, micsoda agymosás folyik ma, hogy mindenki tudja, hogy bekapcsolom, és mit akarok megnézni? A Rüstnyait, meg a Merkelit, meg a Cilikét, hogy éppen hazudozik, vagy az Orbán fölmegy, és az se, mikor kinyitja a száját, akkor már tudjuk, hogy hazugság fogja. Nem kell megszólaljon, megmozdul a szája, és tudjuk, hogy hazudni fog. De nem csak az Orbán, az összes politikus, akik ott fönn vannak. Remegnek, ragaszkodnak a pénzükhöz, meg a hatalmukhoz. Ők egy istent szolgálnak, a pénzt és a hatalmat. A pénzhatalmát, a bankárvilágot. Ők csak papetek, ők csak egy, hogy mondják ezt, bábuk ezeknek a gazdag embereknek, ezek a zsidó bankároknak, meg a Rothschildoknak. Rothschild. Tudjátok, mit jelent a Rothschild? Vörös pajzs. Ez a Rothschildok. Onnan jöttek valahonnan. Németországból onnan mentek, rajtozottak szét a világban. Még valamikor a 19. század elején. Szóval visszatérve a dologra. Tehát, hogyha a közrendőrök, ugye ez a negyedik, tehát elmondtam először, hogy vírus, lockdown, média, és most vagyunk a közrendőröknél, meg a közkatonáknál, ami szintén egy nagyon fontos dolog, mert ők mi vagyunk. Tehát a közrendőrök és a közkatonák azok közülünk valók. Csak régen is úgy volt az ókor óta, hogy aki a legtöbb rabszolgát féken tudta tartani, aki meg tudta akadályozni, hogy ők újra szabadok legyenek, azok a rabszolgákat használtak ellenük. Tehát a rabszolgákat használták fel a rabszolgák ellen, hogy rabszolgasságba tudják tartani őket, hogy ne legyenek szabadok. Ezt csinálják azóta is. Nem változott a technika. Azok, mert náluk van a fegyver.
Nálad meg nálam nincs fegyver, mert már régen elvették az összes fegyvert, meg kontroll alatt van, mert tudják, hogy ha a nép, mi ráébredünk az erőnkre, és még ráadásul fegyverünk is van, akkor mi tartana bennünket vissza attól, hogy elzavarjuk őket a nagyon messze? Hát semmi. Viszont a közrendőrök és a közkatonák, akik ugyanolyan rabszolgák, mint te meg én, őket használják fel ellenünk, hogy ne lehessünk szabadok. Hogy rabszolgái legyünk ezeknek a szörnyeknek. Úgyhogy kedves közkatonák és közrendőrök, remélem lálatok el fog szakadni a lánc. Nagyon hamar el fog szakadni a lánc. És aztán reményeim szerint visszatérünk az 1949-es alkotmányhoz, ha megértitek. Majd el fogom még magyarázni, hogy milyen olyan pontok vannak, de egyébként leírtam már. Ha visszalapoztok, azt le is tudjátok menteni. És ha más nem, szamizdat formájában, ha én már nem leszek, mert megölnek, vagy börtönbe zárnak, vagy bármi, eltűnök véletlenül. Nagyon szeretek élni, egészséges vagyok, mint a mak. Nem tudom, majd nézzétek meg a felvételeket. Szeretem az életemet, zenész vagyok, imádom a nőket. Úgyhogy nem akarok se meghalni, és hát én szerintem látszik rajtam, meg hallatszik a beszédemen, hogy nekem nincsen semmiféle problémám. Sem lelki problémám nincs, sem mentális problémám nincs. Én egy nagyon egészséges vagyok, mert áldott vagyok. A Teremtőnk nagyon megáldott mindenféle jóval. Úgyhogy én csak ezt akartam nektek mondani, jó? Tehát nézzétek majd vissza, gondoljátok végig. Ja, igen, egy konkrét cselekvési terv. Már mondtam nektek a múltkor, hogy kettőfajta módszer van arra, hogy ezt a láncot, ezt meg tudjuk törni. Az egyik az az, hogy otthon maradsz, és az általános sztrájk az félreérthető volt, amit az előbb mondtam, nem kell tüntetgetni, nem menjetek tüntetni. Mehettek, az nem baj, ha tüntetnek, és látják, hogy rengeteg ember megy, mert talán az osztrákoknál most a kancellár azért mondott le, nem akarja végre, ő tudja, pontosan tudja, akik ezt a politikai hatalmat gyak, pontosan tudják, hogy milyen bűncselekményt hajtanak végre a társadalom ellen, éppen az osztrákoknál, és egyszer csak megszólal bennük a, mert nem mindenki szörnyeteg egyébként a politikai hatalmat gyakorlók, csak kényszerben meg van félemlítve, vagy meg van vásárolva. De inkább a félemlítés az, hogyha nem követi a parancsait a döbrögiéknek, mondjuk ott is vannak döbrögik, mindenhol van. Most mindegyik ország, ezeknek a náci országoknak a vezetői, ezek mind döbrögik. Ezek mind diktátorok. Mondjatok egy olyan Európai Uniós országot, amit ne egy diktátor vezetne. Mind diktátor. Ezeket a diktátorokat szedték össze. Ezért van egyébként a centralizálás. A gazdasági hatalmat is centralizálják nagyon keményen, és a politikai hatalmat is centralizálják nagyon keményen. Ez ezért van. A diktatúra más néven, ami szociológiai fogalmaink szerint, centralizációt jelent. Gazdasági és politikai hatalom centralizálását jelenti. Egy szűk körnek, vagy akár egy embernek a kezében. Na, hogy visszatérve, amit én mondani akartam, hogy most már nagyon sokan azért látják a politikai hatalmat gyakorlók közül is, hogy nem, ezt azért én nem fogom megtenni. Én nem akarok Hitler lenni a történelemben, meg nem akarok Goebbels, meg Himmler lenni a történetben, meg nem akarok Stalin lenni a történelemben, hogy úgy emlegessenek benne, vagy a Ceausescu, úgy emlegessenek majd, mint a Ceausescu. És azt mondják, hogy nem, akkor inkább fölállok. Hát Magyarországon is fölállt a katonaságnak a vezetője. Mit gondoltok, miért állt föl? Hát, hogy pontosan tudja, hogy mi zajlik. Hogy mi zajlik a kórházakban, miért vannak ott fegyverrel katonák, hogy épülnek a haláltáborok, a koncentrációs táborok szerte Magyarországon, hogy a stadionokat az Orbán azért építette. Akkor már akkor tudtuk, láttuk, hogy úgy néznek ki, mint az erődök. Egy pillanat alatt át lehet állítani egy, át lehet alakítani egy stadiont, olyan, ami egy fogolytábor is lehet, vagy egy erőd lehet, amiben akár a foglyokat bent is tudják tartani, de azt is meg lehet akadályozni, hogy kívülről bemenjenek. Hát nézzétek végig, hogy úgy néznek ki, mint az erődök, de hogyha megnézitek a 15-16-17-es írásokat, ahol gondolkodó újságírók elkezdték elemezni, nem csak én, hanem nagyon sok gondolkodó ember, hogy hát ezek úgy néznek ki, mint egy valami beton szörnyetegek, mint az erődítmények lennének. Na ez ezért van. Az Orbán nagyon régóta tudja, hogy mi fog történni 2020-ban. Nagyon régóta tudja. De tudja Böszme is, a Gyurcsány is tudja. Az egész teljes politikai hatalom benne van. Politikai. Ezt csinálták, ezt szervezték. A Rothschildok, meg a Rockefellerek, meg a
ezek a dollármilliós szörnyek, ezek nagyon, nagyon nagy szervezők. Egyetlen egy dolgot nem hagytak ők ki a számításból, csak rosszul mérték föl. Hamarabb ébredünk. Sokkal hamarabb ébredünk, mint ahogy ők azt gondolták. És amikor, de hogy visszatérve, mert fú, állandóan elmegyek az egyik pontból a másikba. Ez egy óriási problémám. Tehát maradjatok otthon, ne menjetek sehova legalább 2 hétig. Jó? Ne menjetek dolgozni. Hogy nem, mert most ezzel a bankrendszert akarom teljes mértékben Magyarországon, mert az a legnagyobb fegyverük ellenünk. Mert azt hiszük, hogy pénz nélkül nem lehet megélni. Mert hogyha pénz nélkül, akkor hogyan veszek magamnak ennivalót? Mit adok a gyerekemnek enni, és így tovább. És erre a félelemre építve, ha én félelmet tudok benned gerjeszteni, akkor én tudok rajtad uralkodni. Ez az eszköz. A félelem, amit én benned ébresztek, és ha te tényleg félsz tőlem, akkor én már uralkodok is rajtad. Ha te félsz tőlem, akkor már uralkodok is rajtad. Na, ezt a félelmet generálják bennetek, hogy nem fogtok tudni enni adni, meg hogy nem lesz munka. Hát a fene egye meg. Azi a föld, aki megműveli. Azi az áru, aki előállítja. Hát a pénzzel dolgoztak, a bankszámlád dolgozik, vagy te dolgozol, basszus? A pénzt te szedd meg? Vagy azt, amit te előállítasz a földön? Meg amit megcsináltok a gyárba? Azt húzod magadra a pénzt? Főhúzod kabátként? Vagy mit csinálsz? Gondolkodjál már. Hát hogy éltek 1960-1970-ben mondjuk az amazónia őserdőben azok az emberek, amíg a nagy antropológusokat, meg a nem tudom, kicsodák lementek is, elkezdték őket vizsgálni, nem ismerték a pénz fogalmát. Boldogan, szabadon, egymás szeretetében éltek az amazónia őserdőben. Amikor mutatták nekik a pénzt, hogy adjanak nekik valamit, kiröhögték őket, nem tudom megenni, nem tudom főleg, nem tudok vele csinálni semmit. Tehát nem igaz, hogy nem működik egy társadalom pénz nélkül. Nem igaz, hogy a bankszámlád dolgozik, hanem te dolgozol. Nem engednek dolgozni, ha nincsen bankszámlád, ember. Hát milyen világ ez? Milyen kifordult világ ez, ahol a bankszámládnak a léte, vagy nem léte határozza meg, hogy te dolgozhatsz-e, előállíthatsz-e új értéket. Ha nincs bankszámlád, nem dolgozhatsz. Na, nem akarom nagyon hosszan, mert már szerintem így is nagyon sokat beszéltem. Egy eszközt, egy megoldási mechanizmus szeretnék nektek fölvázolni, hogyan tudjuk elzavarni Orbánékat, Böszméjéket, mindenkit. Ezeket a heréket, akik soha nem dolgoztak, soha nem tettek le az ország asztalára, a közösség asztalára semmit, ami értékelhető lenne. Maradj otthon, nem ennyi dolgozni legalább két. Mindenki! Fejezzétek be, azokat az embereket kell, meg az állatokat kell ellátni, akik maga tehetetlenek. Minden más egyéb tevékenységet be kell szüntetni az állami szektorban is, meg a civil szektorban is. Föl kell állni, otthon kell maradni. Jelens beteget! Mindenkinek joga van betegnek lenni, ezt még nem vették el tőlünk, és hogyan, mit fog csinálni rá? Nem fognak oda menni mindenkihez, és ráfogni a pisztolyt, már pedig te elmész dolgozni. Hát nem mész el dolgozni. Maradsz otthon a családoddal. Babusgatjátok egymást, szeretgetitek egymást, csókolgatjátok egymást, ölelgetitek egymást, ahogy az kell. Élvezzétek egymást társaságot otthon. Én szerintem 3-4, egy hét, de maximum 2 hét alatt biztos, hogy menek. Ez a Mahatma Gandhi féle passzív ellenállás, ami egyébként már működött. Aztán a másik dolog, vegyétek ki az összes pénzeteket a bankból, az összeset. Mindenkinek, akinek még van valamennyi pénze bent a bankszámláján, azt tegye a zsebébe. Aztán menjél be, hogy a másik motorja a gazdaságnak, ahol én csapást szeretnék intézni, az pedig a vásárlást, a konzum. Tehát ez egy konzumkapitalizmusnak is hívják. Amikor nem kezdesz el vásárolni, nincs pénzmozgás. Ha nem dolgozol, nincs profit. Értitek? Tehát 3 lépésről, 3 demokratikus, tehát ez vértelen, itt nem kell megölni senkit. Nem kell bántani senkit, nem kell feláldozni az életedet, se semmit nem kell csinálni. Maradjál otthon a családoddal, egy nagy bevásárlás után ne vegyetek semmit legalább 2 hétig, semmit. És a harmadik pedig, mi is volt az, mint a bevásárlás, ja, és vedd ki az összes pénzedet. Igen, vedd ki az összes pénzedet. Ez 3 dolog. Nem kell hozzá nagy erőfeszítés, nem kell hozzá semmi. Ha van erőtök még tüntetni is, ahol a katonaság és a rendőrség mellettünk
ha megértik azt, amit én mondok, mellénk tud állni, akkor 3 nap múlva Böszme is, meg a Gyurcsány is mehetnek Marabellára együtt, a lopott pénzükkel, meg a vagyonukkal, ha meg akarják menteni az életüket. Úgyhogy gondoljátok végig. A másik megoldás, az is vértelen, ahhoz se kell megölni senkit, hogyha a katonák és a rendőrök, a közkatonák és a közrendőrök hiába mondanak nekik a parancsnokaik bármit. Ők nem a bűnözőknek, nem a gyilkosoknak, a halálosztóknak esküdtek föl, hanem saját maguknak és nekünk a népnek. Értitek? Nem kell közkatonák, közrendőrök, nem kell engedelmeskedjetek a parancsnak, mert benne van az alkotmányunkban, amit meghekkeltek, hogy ti a népet szolgáljátok és véditek. Nem a bűnöző parancsnokaitokat, meg nem ezeket a bűnöző politikusokat, meg nem a bankár, főleg nem a bankárokat. Jó? Na, ennyit akartam csak nektek mondani, és próbáljátok meg lementeni, meg hát amíg oszthatjuk a Facebookon, mert az meg a másik, próbáljátok a Telegramot például töltsétek le. A Telegramon azt hiszem, az talán még működni fog, de ha netán az sem működik, mert valószínűleg meg akarják szüntetni az egymással való kommunikációnkat, hogy ne tudjuk egymást fölébreszteni, meg hogy elszigeteljenek bennünket egymástól. Ezt meg kell akadályozni, jó? Tehát próbáljuk meg, beszélgessetek. Menjetek el végre egymástól, egymáshoz, az is egy jó módszer. Menjetek el egymáshoz, beszélgessetek. Úgy, ahogy régen is volt, hogy nem itt beszélgettünk a virtuális valóságban, hanem a húsvér valónkban. Átmentünk a másikhoz, és szerettük a másikat. Hogyan várunk el egy olyan társadalmat, mint a szeretet, amit az együttérzés, amit a szolidaritásról, hogyha nem vagyunk, ha nincsen bennünk szeretet, nem vagyunk szolidárisak, és nem találkozunk soha másikkal személyesen. Hogy fog megváltozni ez a világ? Csináljátok azt, amit anyátoktól, meg apátoktól tanultatok meg, amit példaként láttatok. És akkor hát, ha mi is tudunk teremteni egy ahhoz hasonló életű emberi világot. Na, itt aztán be is fejeztem már, mert már túl vagyok szerintem 25 percen. Mentsétek le, aztán ossza, aki úgy gondolja, hogy érdemes. Sziasztok, legyen egy szép napotok!